Nagy károkat okozott a vasárnap hajnalra a megyénket is elérő vihar. A tűzoltók 41 esethez vonultak ki és nyújtottak műszaki segítséget. Főként Gyulaj, Tamási, Regő és Dombóvár térségében kellett beavatkozni. Tehát a fák sok esetben háztetőkre. Virányvezetékre, valamint vasúti vezetékre is dőltek. Itt Kapos Szekcső vasútállomás mellett nagyságrendileg 200 méter a 40-es vasúti fővonal, 1640-es szervényénél egy fadölt a vasúti felsővezetékre. Ezt kellett a Sásdi tűzoltónak eltávolítaniuk. Eddig természetesen a vasúti közlekedés szünetelt is. Két esetben lakosságvédelmi intézkedésre is sor került. Gyulajon négy személynek kellett ideiglenesen elhagyni az otthonát, mert a kidőlt fa olyan mértékben rongálta meg a házuk tetőszerkezetét, hogy az életveszélyessé vált a bentlakók számára. Egy másik tolna megyei településen nem csak az ágak okoztak kárt. Regőben a mai pusztán a Tamás önkormányzat tűzoltatnak kellett vonulnia, egy gyökerestől kidőlt fához, amely egyik házikónak a tetőszerkezetét támasztotta. Egy kiúzós létrevaló motoros láncfűrész segítségével távolították el a nem kívánatos fát. Az esetek során személyi sérülés nem történt.